Az ünnepi úszó eseményen a Delfin Vízi Sportklub Kazincbarcika egykori és mai tagjai lesznek jelen, valamint Biros Péter háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázó lesz a díszvendég. Az eseményen bárki részt vehet, mint arról Orosz Alexandra úszásoktató is beszélt a Color TV Color Life című műsorában. Várunk mindenkit, tehát kicsiktől kezdve a legidősebbekig, kazincbarcikai lakosokat, akik szeretik az úszást. A regisztrálni az úszodában lehet, illetve a sportszervezés kukacbarcika. Van ez határidő? Nincs határidő, akár aznap, vasárnap is bejöhet az úszodába, regisztrál és leúszta a távot. Illetve... Mindenki ugyanannyit fog kapni, már korra nemre való tekintettel, vagy mindenki választhat, nem, hogy hány szeretne? Tehát a regisztrációs lapunk is úgy van, úgy lehet kitölteni, hogy saját távot, tehát be kell írni, mennyit vállal be. Mi teljesen rábízzuk a sportolóra, hogy mennyit szeretne, és ennek kell összeadni a 65 ezer. Mondtam, az az egyszerű verzió, hogy 65 ember, hát és mindenki az A magyar úszás napján a legfiatalabb, legidősebb és leghosszabb távot úszóknak külön díjjal is kedveskednek a szervezők. A rendezvényen való részvétel és az úszodába való belépés június 16-án egész nap ingyenes lesz.